Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, főleg az újonnan érkezetteket. A következő előadás, illetve az előadó, Ebert Tina lesz. A címét az előadásának már láthatjátok is, Magyar a tolláról, embert kabátjáról ismerhetek meg. De mondom, hogy Bettináról mit értemes tudni. Mégpedig azt, hogy ez a cím az emberek által használt állati eredetű ruházati termékekre és kiegészítőkre utal, melyek áldozatokat követelnek és mindennapokban tárgyasulnak. Betty már gyerekkorában is közel érezte magához a többi élőnyt, körül 7 éves korában vegetáriánus lett, majd 20 évvel később vegán. Bőrcipőt és kiegészítőket 14 éves kora óta nem volt. Volt önkéntes gazdasági látogatóidi egyesületnél és kutyamenhelyen is, majd a Zöld Ella blog írásában és vegán témájú videók készítésében találta meg azt az utat, amelyet úgy érzi eredményesen tud a többi faj szolgálatába állítani. Fogadjátok sok szeretettel Bettinát! Ugyatok, nekem szükségem van a kis vezetőmre. Ugye, ahogy hallható volt, az előadásom címe az a Madara tolláról, embert kabátjáról. Úgy voltam vele, hogy ez a cím elég jól leírja azt, hogy az emberek ugye... Meg tudsz ítélni egy embert arról, hogy megnézed a ruházatát, akár a cipőjét, a kabátját, a kiegészítőit, hogy van-e annyira tudatos, hogy ne hordjon semmilyen élő lénynek a testrészét, mert ugye például a bőr az a legnagyobb szerve minden élő lénynek. Gondolom az előttem lévő előadók már elmondták, hogy a minden élő lény ugye egy érző élő lény, és a ruhaiparral szerintem az a probléma, hogy amíg az ipar által használt élő lényeket tárgyasítja, addig a holttestükből készült tárgyakat és ruhamanneműket pedig megszemélyesítik, hogyha meg csak a divatot kell megnézni, hogy mennyire nagyra tartanak mondjuk egy-egy bőrcipőt, vagy szinte istenítenek egy megölt élőlény bőréből készült cipőt, egy használati tárgyat, míg magát az élőlényt, azt tényleg semmibe sem vették, szinte tárgyként sem kezelnék. Gondolkoztam rá, hogy feltegyek-e egy árát arról, hogy milyen ruhamanneműink vannak, de úgy gondoltam, hogy ez teljesen felesleges, mert az előadás közben ugye elő fognak jönni a különböző ruhanemük, viszont itt a cipők témáját felszerettem volna tenni, vagy tüntetni, mert nagyon sokszor találkozunk azzal a kérdéssel, hogy rendben, állatvédő lettem, vagy vegetáriánus, vagy vegán, de honnan tudom, hogy egy cipő az vegán-e? És nagyon egyszerű onnan, hogy minden cipő rajta vannak a jelzések, és ha bőrből készült, vagy bőrrész van a cipőn, akkor a nyúzott marha bőr szimbólum található meg rajta. Középen található ez a panponton pillanat. Ez a textilt jelöli, tehát hogyha a cipőben textil rész van, illetve a legalsó a rombusz, az pedig ugye a műbört jelöli. Tehát ezt a három szimbólumot kell megegyezni, és mindig meg kell nézni a cipőkön. Ugye a cipőknek három részből állnak, van a felső rész, van a belső rész, a belső talp, és van ugye a rendes talpa. Nagyon sokszor van az, amikor a cipő felső része és a talp része az textilből vagy műbőrből készül, azonban maga a cipőtalp, ugye amiben van, tudjátok melyikre gondolok, tehát a belső része a cipőnek, az bizony bőrből van. És erre nagyon oda kell figyelni, hogyha az ember tényleg 100%-osan élőlény kihasználás nélkül akar ruházkodni. Az első rész témám az a szörmeipar. Szeretném megjegyezni, hogy lehet, hogy lesznek benne durva képek, egy-két véres kép, viszont ezt nem tudtam kikerülni, visszafogtam magam, és nagyon durva képeket nem tettem be, viszont vannak olyan képek, amiket muszáj voltam betenni, mert ez a valóság, és ezt tehát a valóságot kell látni, nem pedig egy felvetett, torzított illúziót, amit ugye eladnak nekünk. A szörmeipar, tehát nekem úgymond ez az egyik kedvenc témám, ebbe ástam legjobban bele magamat. Nagyon sokszor, amikor feljön a szörme, mint téma, akkor azt mondják az emberek, hogy de miért foglalkozunk vele, mi ugye mindenkinek a fejében a nagy szörmebundák vannak, a több millió forintos szörmebundák, amit mondjuk az állapolgára közép réteg nem tud megvenni. Most itt ki kell ábrándítanom mindenkit, ugyanis a szörmeipar ráállt arra,
hogy a szörmét azt kisebb részekben használja fel, ugye kevesebbe kerül, és a mindennapi ruhadarabjainkra is rávarják. És télen, hogyha az ember, tehát ősztől kora tavaszig megy az ember akár csak Budapest utcáin, vagy bármelyik vidéki városban, bizony nagyon sok szörméből készült kiegészítőt, illetve részletet vehet észre a ruházatokon. Leggyakoribb az a kabát. Nagyon gyakori az, hogy a kapucnira teljesen funkció nélküli szörmét raknak. Ez a szörme lehet kedved a kutya és a mosómedve. És ugye a szörmeiparnak még egy praktikája az, hogy vágja és színezi a szörmét, hogy úgy tűnjön, mintha műszörme lenne. És ugye, ha megvette az ember, akkor úgy tudja ellenőrizni azt, hogy tényleg valódi szörméről van-e szó, hogy, fog egy szálat, meggyújtja, és hogyha éget pörzsölt szagaba, mint a meggyulladt hajnak, mondom, hosszú hajú lányok már hajoltak bele gyertyába, akkor onnan tudhatja, hogy az valódi szörméből készült, ha pedig a büdösebb műanyag illata van, illetve ugye csomózódik föl, akkor pedig műanyagról, műszörméről van szó. Nekem durva volt, amikor láttam, hogy egy kötött kardigánnak a gallériára is már szörmét raknak. Ugyan a nagyobb divatházak azok rúgát vagy mosómedvét, a kínai utánzatok azok főleg kutyák. Akkor vannak még a kesztyűszegélyek. Én itt a képen egy bőrkesztyűt hoztam példának, de sajnálatos módon ugye itthon is a kínai boltokban megvehető textil kesztyűszegélyén szintén megtalálható a szörme. Akkor most volt pont sajnos az idei télen jött egy divatba, vagy jött egy cég, aki ugye a legnagyobb közösségi oldalon nagyon nyomta magát, a szőrpontok, a kötött sapkán. Ugye hát ez valószínűleg szőrme hulladék, amit próbálnak értékesíteni, még több profitot próbálnak kihozni azokból a szerencsétlen élő lényekből. Szintén teljesen funkció nélküli, a kötött sálon szintén a boly, minek, teljesen felesleges. Illetve szintén nagy gyakori, amikor cipőkre vagy csizmákra tesznek szintén teljesen funkció nélkül szörmét. Igen, akkor következők azok a kiegészítők, mert bizony nagyon sok kiegészítőn is megtalálhatóak a szörmék, amit számomra teljesen elképzelhetetlen, hogy minek és hogyan. Az egyik legdurvább az a táska. Ezen egy mosómedve farok látható, ezen pedig egy rókafarok, de nekem személyes tapasztalatom már volt olyan, hogy utaztam Budapesten a metrón, és egy nőnek a táskájából fekete macska farka lógott, és ott így játszott vele, és el se jutott szerintem a tudatáig, hogy azért egy élőlényt öltek meg. Tehát igenis, ezekre oda kell figyelni, mert a magyar piacra is simán bejutnak ezek a termékek. Következő a nyaklánc, szintén ugye szőrnek hulladék, feldolgozzák, minél több pénzt próbálnak kihozni azokból az élőlényekből. Gyűrűk, pár száz forintért bárhol hozzá lehet jutni. Itt, akinek éles a szeme, felfedezheti, hogy itt még egy téma van, az pedig a gyöngy, arról is fogok majd beszélni. Következő a hajgumi. Ez nyúlszőrből készült hajgumi, szintén 1-2 dollárért hozzá lehet jutni. Itthon szintén pár száz forintért találkozhat vele az ember, és igen, a fast fashion márkák boltjaiban is, illetve a kínai boltban is ugyanúgy meg lehet ezeket vásárolni, tehát nem kell ehhez külföldre menni, úgyhogy tudnunk kell róla. Következő az a kulcstartó. Szintén nagyon-nagyon sok képet találtam a kulcstartókról is, és csak ezek mind kiemelt példák. Egyébként bárki, hogyha beírja a keresőbe, ugye természetesen angolul, akkor nagyon-nagyon sok találatot fog kapni. Tehát így brutális. Még van olyan, hogy a toll, tehát az író tollnak a végén is szörme vagy toll van. A legutolsó pedig, amit felhoztam példaként, az a macska játék. Nagyon sokszor van, hogy macska vagy kutya játék készül szörméből, és itt főleg nyúlszörmét szoktak használni. Ugye kétféleképpen jutnak úgymond a termelők szörméhez, mégpedig csapdázással és szaporítással. Direkt nem a tenyésztés szót használom, mert azokat az állatokat szaporítják szinte, az anyaállatokat szülőgépként használják ezeken a farmokon is, ugyanúgy, ahogy a gazdasági állatok esetében is.
A csapdázás az 1979-ben elfogadott Berni egyezmény előírásai határozzák meg itthon Magyarországon is, ugye, és az Európai Unióban is. Ugye Magyarország, ahogy látható, 1990-ben csatlakozott az egyezményhez. Legálisan csapdázással évente 10 millió élőlényt ölnek meg a szörnyéért, és azért hangsúlyozom ki azt, hogy legálisan, mert nagyon sok illegális csapdázás van, erről ugye nincsenek adatunk, és amíg azt kell tudni a csapdázásról, hogy egy csapdázás által elfogott állatnak, ugye mivel akár egy-két napot is verdődhet a tehát az elkapott lábával, ugye ezek a vas valamik így rácsapódnak az állatok lábára, végtagjaira, és ott kalodában tartják őket. Tehát sérül a bundájuk, ergo egy bundához sokkal több élőlényt kell megölni. Igen, a következő rész azok ugye a szörmefarmok. A szörmefarmok a nagyon kicsi ketrecekbe tartanak minden fajt. Teljesen mindegy, hogy melyik fajról beszélünk. Kicsi ketrecekbe vannak, stresszes állapotúak, sosem engedik ki őket. Gyakori az öncsonkítás, ahogy ezen a két képen is látszik. Nagyon gyakori a kanibalizmus, hogy egymás megesnek, esnek, és a megölt egyedet azt a többi ketrecben tartott élőlény megeszi. Nagyon gyakori az, hogy az anya állat öli meg a saját kölykét. Következő kép, itt szintén egy elpusztult egyed látható, itt ugye már a másik megkezdte, itt pedig szintén a kicsi ketrecek láthatóak, szintén gyakori viselkedés még ezeknél az állatoknál, a ketreceknek a rágása, a kaparása, a ketrecben körforgás, illetve a saját farhuknak a szopása. A szörmefarmokon hivatalosan, hivatalos információk és statisztikák szerint évente 1 milliárd élőlényt ölnek meg. Ez csak a szörmefarm lesz, ez még több is egyébként az előadásunk során. Az 1 milliárd fő az nagyon könnyen összejön, ha azt nézzük, hogy például csak Franciaországban, csak nyulakból 70 millió egyedet ölnek meg évente. Tehát brutális. És ugye a szörm, itt láthatóak fönt a szörmeipar által kedvelt állatfajok, róka, ezüstróka, a nerc, a hermelin, a mosómedve, a nyúl, az angóra nyúl, a csincsilla, a préri farkas, az észak-amerikai húz, a farkas, a kutya, a macska, a fóka és a karakulbárány. Ezen rész, a szörmeipart, hogy most így bevezettem, több része van, én a fókamészár, fókabundákat emeltem ki, az európai szörmeipart, a kínai szörmeipart, és egy kicsit beszélek majd a magyarországi állapotokról is. Azt tudni kell, hogy fókamészállás az összesen 6 országban zajlik hivatalosan, ez pedig Kanada, Izland, Grönland, Norvégia, Oroszország és Namíbia. De a legismertebb az ugye a kanadai fókamészárlás, ahol a kanadai halászati és óceáni minisztérium hatása vagy hatáskörébe tartozik ugye ez a téma, hogy így mondjam, aki úgy kezeli a fókákat, mint természeti erőforrásokat, akiket joguk van a kanadai állampolgároknak meggyilkolni, mert hogy ugye természeti erőforrás, ki lehet őket használni, miért ne? Minden kanadai állampolgárnak évente személyes használatra 6 fóka bébit van joga lemészárolni. És ezek csak a személyek, egyébként céges társulások is vannak, akik ugye ezt az ipart űzik. 6 fókafaj vadászható összesen, a grönlandi fóka, a hólyagos fóka, a kúpos fóka, gyűrűs fóka, a szakállas fóka és a borjú fóka. Van egy etikett, amely szerint minden 25. napját betöltött és már egyszer vedett kölyök fókát lehet lemészárolni. Vannak statisztikáim, egy 2012-es adat szerint a grönlandi fókákból 2012-ben 400 ezer példányt mészároltak le, hólyagos fókákból ugyanebben az évben 8200 példányt, illetve a kúpos fókákból 60 ezer példányt. És ezek a számok évről évre nőnek. Igen, itt arról hoztam képeket, hogy ugye hogy vadászták le ezeket a szerencsétlen állatokat. Itt ezen a három képen a hakapik nevű eszközzel
verik agyon az egyedeket, ugye ez egy, majd a következő képen lesz látható, hogy hogy is néz ki ez az eszköz, ezzel is agyon ütik őket. Itt az alsó képen pedig ugye egy mészárlás eredménye látható. Illetve azt elfelejtettem mondani, hogy a vadászati idény az november közepétől június közepéig tart, de a fő idény az március végétől május közepéig van. Itt ugye a hakapik mellett, ez a hakapik, engedélyezett eszköz még a bunkosbottal agyonverés. Ugye ebben az esetben szintén fent van, fennáll ez a lehetőség, hogy nem ütik agyon az állatokat elég rendesen, és ezért nyúzás közben magukhoz térnek, ahogy egyébként a szörmeiparnak a sok áldozata is, a fegyverrel, fejvelővés, itt pedig már a nyúzás eredménye látható. Tehát, hogy ezt hagyják maguk után azok a kultúrát nyugati emberek. A következő téma az a kínai szörmeipar. Ahogy olvasható is, Kína a globális szörmekereskedelemnek a legnagyobb része, a szörme export 80%-a Kínához köthető. Kínában ugye lényegében egyáltalán nincsen semmilyen állatvédelmi törvény, nagyon brutális állapotok uralkodnak. Igen, a kivégzések, hát azt fölírtam, el is tudom mondani, a leggyakoribb az a kivéreztetés. Kivéreztetni a kutyákat szeretik főleg, ott ugye az állatoknak a lábán elvágják az eret, és hagyják elvérezni az állatokat. Autónak a kipufogó gázával való elgázosítás. Itt ugye nem költenek speciális megfojtógázokra, hanem egyszerűen egy csövet hozzákötnek az autó kipufogójához, az állatokat dobozba rakják, és ugye megfullasztják őket. Ezt főleg a nerceknél és a hermelineknél szeretik használni. Van az árammal agyonütés, erről hoztam képet, majd lesz. Itt az állatok szájába és végbelébe vezetik az áramot, és ugye így ütik őket agyon, tehát ez sem a legkíméletesebb halál. Ezt főleg a rókák esetében alkalmazzák, és ugye van az a klasszikus agyonverés, amikor szintén nagyon sokszor magukhoz térnek az állatok. Erről is rengeteg videó és információ található a neten, utána lehet nézni. Igen, itt is beraktam pár képet, itt egyszerűen ugye, hogy elkezdi agyonütni, ez az, hogy hogy bánnak az állatokkal. Itt az áramütéses folyamat látható, itt pedig hoztam egy ábrát arról, hogy hogyan is néz ki ez a készülék, és hogy rakják karodába az állatokat. Itt nem tudom mennyire látszik, de egy pár nap, de én remélem, hogy pár nap és nem egy napnyi termés látható. Itt kutyabőr és szőrkiképző van, itt éppen húzzák ki a következő áldozatot, itt ugye vannak a kutyatetemek, itt meg már a megnyúzott bőrök, itt szintén a megnyúzott kutyabőrök láthatóak, ezek pedig macskabőrök, és ugye itt az valószínűleg a következő áldozat. Az európai szörmeiparról is szeretnék beszélni, mert ez is egy tabu, és lényegében erről sem nagyon lehet olvasni sehol. Az Európai Szörmeiparhoz tartozik az Európai Szörmetenyésztők Szövetsége, ugye erről olvashatunk ott nálunk. A szövetség az utóbbi pár évben, ha jól emlékszem, 7200 tagot számlált, és 1,5 milliárd euró volt a bevétele. Az európai piac a legnagyobb szörmefelvevő piac egyébként, és ahogy majd látni fogjuk, egyébként a bőrpiacnak is az Európai Unió a legnagyobb felvevője, amit én például eddig nem tudtam és nem is sejtettem. Igen, az Európai Szörmetenyésztők Szövetsége is, mezőgazdasági kategóriába sorolja a szörméikért szaporított élőlényeket, tehát arathatják ők, tehát lényegben learatják azokat az állatokat, szintén, ahogy az előadásom elején mondta, tárgyasulnak, nem pedig élőlényként kezelik őket. Európában a kedvenc, úgymond kedvenc fajok, azok a nerc, a görény, a róka, a nyestkuda, a csincsilla és a nyúl. Igen, itt ahogy említettem, 7200 szörmetenyésztőt jegyzett az Európai Szörmetenyésztők Szövetsége. És még emellett, hogy ugye Európában is, vagy az EU-ban is vannak szörmefarmok,
még ugye, ahogy az előbb említettem, a kínai szőlőnek a legnagyobb részét azt az EU vásárolja föl. Azonban vannak pozitív változások is, ezt ki gondolná, ugyanis vannak olyan tagállamok, akik megszüntették a szőlőfarmokat, ilyen Nagy-Britannia, Ausztria és Horvátország is, azonban Nagy-Britannia esetében az a visszás helyzet áll fönn, hogy viszont a világ legnagyobb szőlőforgalma kereskedelme az Londonban zajlik. Tehát kicsit kettős személyiségű ez a dolog. Itt hoztam pár ábrát arról, hogy számokban ez mit is jelent. Ugye a függőleges oszlop jelenti a milliárd dollárt, az alsó rész pedig a vízszintes, pedig az évet. 2010-ben látható, hogy több mint 14 ezer milliárd dollár volt az Európai Szőrmetenyésztők Szövetségének a bevétele. Következő ábrán láthatóak a tagországok. Nem tudom, mennyire látszik, hogy a nyerst, a róka, a mosómedve és a csincsilla tenyészetek vannak fönt, vagy farmok, és bizony itt van Magyarország is a kis csincsilla tenyészetéivel. Következő ábrán szintén számok láthatóak, itt bevallom őszintén nem emlékszem, hogy melyik évből származik. Ez az ábra, de egy valahogy a 2010-es évek környékén, és láthatjuk, hogy a totális eredmény ez 28,5 millió élőlény életének a kioltása a szőrméjéért. Itt pedig mégint egy hoztam egy ábrát, ami szintén az arányokat mutatja, hogy mekkora piaca is van Európában a szőrméknek, brutális. Ez ugye a nyestrémet mutatja, ez a rókaprémnek az elosztását, ez pedig globális szőrmepiacot, úgymond ebben nincsenek benne a csincsillák. Magyarországról ki gondolná, hogy vannak szőrmefarmok, ugye senki. Márpedig vannak. Magyarország a harmadik legnagyobb csincsillatenyésztő ország az Európai Unióban. Létezik olyan, hogy Magyar Szőrmeipari Szövetség, amelynek 200 tagja van. Körülbelül ennyit is lehet tudni erről a szövetségről. A honlapjukon semmi információ nincsen fönn. Nincsen fönn semmi arról, hogy milyen ketrecekben, vagy milyen telepeken kell tartani ezeket az állatokat. Nincsen információ arról, hogy mennyi idős korukban szülnek először a nőstény állatok, hány évig hagyják élni esetleg az anya állatokat, és milyen módon, és milyen korukban végeznek a fiatal egyedekkel. Tehát semmi nincsen fönt. Teljesen használhatatlan az oldal. Igen, itt megállok egy kicsit, hogy mindenki elolvashassa azt, hogy mennyi szerepel a magyar állatvédelmi törvényben a szörményükért tartott élő lényekről. Ups, visszalépek. Két mondat. Ennyi. Két mondat. Illetve azt elfelejtettem mondani, hogy a legnagyobb szörmetenyésztő telep, vagy csincsilla telep, az Komáromban található. Nem szeretném kimondani a cég nevét, viszont bárki rá tud keresni, és sajnos ez pont most idén télen volt, hogy bővítették a telepüket, illetve iskolás gyerekeket visznek osztály kirándulni, hogy megnézhessék a cukimuki csincsillákat, akiket a gyerekek elmenetele után pedig szépen kivégeznek és megnyúznak. Tehát nem szeretném őket minősíteni. Következő téma, az szintén egy olyan téma, ami télen akár a metró buszon utazva nagyon sokszor láthatunk, viszont nem tudhatjuk, hogy mi az, ez pedig a perzsabunda. A perzsabunda az még meg sem született karakul bárányokból készül, és azért mondom azt, hogy meg sem születtek, ugyanis születésük előtt pár nappal kivágják őket az édesanyjuk hasából, mert hogy ekkor marad nagyon finom, és ez a jó kis göndör a bundájuk, hogyha megszületnek, akkor ez egy kicsit kirúgja magát, és éppen ezért az emberek ugye ezt találták ki, hogy akkor is szépen megmaradhat a bonyorka. Ugye ezek is a bundák is ismerősek, lehet, hogy valakinek a nagymamájának a szekrényében még akár ilyen is van. Igen, ugye az anyaállata ekkor elpusztul, és a kicsit is szinte lényegében a harha kivágása után már rögtön meg is ölik. Egyébként a karakulbárányokat kifejezetten a szőrmeinkért tenyésztik, tehát ők nincs ez a húsellátó funkciójuk. Úgymond a következő országokban tenyésztik őket: Afganisztán, Kazasztán, Üzbegisztán, Namíbia és Dél-Afrika.
Következő, ja igen, itt a, hogy frissen ki van vágva, és a következő kép az szintén a egy pár darab kivágott kis bárány, és ugye megölt. Következő rész, egy résztéma, ez az angora nyúl. A legnagyobb angora nyúl farmok, azok Kínában találhatóak. Itt látható, hogy milyen állapotok között kell élniük ezeknek a szerencsétlen nyulaknak. Egyébként az angora nyulakat Törökországban, Ankara környékén tenyésztették ki, oda kötik őket, és ugye őket is a bundájuk miatt direkt. Ezeket a szerencsétlen nyulakat három havonta tépik vagy borotválják, mégpedig úgy, hogy kifeszítik a testüket. Itt látható a borotválás, a tépés. Szóval mindkét esetben sérülnek az állatok, mert ha borotválják őket, akkor ugye nem figyelnek annyira rájuk. Viszont ha tépik, akkor meg ugye eleve, hogy tépik, hogyha az embernek is mondjuk meg kitépődik a haja, akkor érezheti, hogy ez mennyire fáj. Na most képzeljük el azt, hogy ha a testfelületünk nagy részén kitépik a szőrt, az mennyire fájdalmas. Mire pont begyógyul, mire pont megnő újra a szőr, kezdődik újra a folyamat előről. És hogyha kiöregedtek, akkor ugye elkötik őket a vágóhídra, szépen megnyúzzák őket, a húsuk pedig megy a piacra. És ugye itt is az angora nyulakkal kapcsolatban is egy-két éve volt botrány, és ugye az angora nyulak kínai tartásáról, illetve a tépésüknek a mikéntjéről, és ugye volt egy pár nagy fast fashion divatház, aki azt mondta, hogy akkor innentől kezdve ők nem használnak angórát. Ó, igen, itt még egy ábrát hoztam. Itt számok láthatóak, hogy hány élőlény életébe kerül egy-egy bunda. Egy medvebunda az csak 2 életbe kerül, de egy mógusbunda 400 életbe. Tehát, hogy elég sok élőlény életébe kerül egyébként. Következő rész az a gyapjúipar. Most kérdezhetnék, hogy mi vegánként miért nem fordulunk gyapjút, hiszen azért nem ölik meg a bárányt. Ez kb. Ugyanaz a szituáció, amikor én iszom tejet, mert azért nem ölik meg a tehenet. Hát, de a gyapjúipar az körülbelül együtt kéz a kézben jár a birka és juhúsiparral is. Ugye azt szeretném megjegyezni, hogy a juhok azok a legrégebben domestikált állatok közé tartoznak, ők úgymond benne vannak a neolit csomagban, ugye a letelepült életmód, amikor megkezdődik, illetve a földművelő életmód, akkor a juhok is már ott vannak a háziasított és tenyésztett állatok között. Éppen ezért ugye elég régóta is használják őket. Egy gyors szó, két mondatot szeretnék mondani a szaporításokról. Ugye ez történhet, ez minden, egyébként minden a gazdasági állatokra is vonatkozik itt a szaporítás rész. Ugye ez történhet természetes úton, hát a természetes út az az, hogy ugye a kost beengedik az éppen tüzelő anyákhoz, vagy nőstényekhez, és akkor ott megteszi a természet a dolgát, illetve történhet el szaporítással, ami viszont úgy történik, hogy kalodába beraknak egy éppen tüzelő birkát, ráengedik a kost, csak mielőtt megtörténne az aktus, a birkát, vagy a kost az pont rányomják egy olyan képezetre, ami kiszívja belőle ugye a hímival sejteket, amit ugye utána szépen a birkáknak a mesterséges megtermékenyítésére használnak. Itt muszáj vagyok megemlíteni, mert ez nekem is teljesen friss információ volt. Létezik olyan, hogy embriókereskedelem. Tehát az embriókat ültetnek be az anyaállatokba. Jó, következő tovább lépek. Példámban Ausztráliát hozom föl, ugyanis Ausztrália a világ legnagyobb gyapjúipar termelője. És a gyapjúnak a 95%-a exportra készül, ezt ugye valószínűleg ázsiai országokban feldolgozzák, az ázsiai országokból mi pedig szépen megvesszük itt Magyarországon, tehát tudni kell róla. Emellett a gyapjúipar mellett ugye használják az állatokat, a húsukért is eladják, viszont az egyik legkényelmesebb és úgymond legolcsóbb mód az az élő állat szállítás, és a legnagyobb felvevő piac az a Közel-Kelet, illetve a dél-ázsiai országok. Ezek a hajóutak azok több naposak, vagy akár egy-két hetesek is lehetnek, amikor az állatok igen cudar körülmények között tartják
őket. Ausztrália bevétele a bárányhúsból itt olvasható a 2013-2014-es évben $1.5 billion volt, birkahúsból $772 million, az élő exportból pedig $185 milliárd volt, és 2014-ben új ágrók az ausztrál juhokból élő farmerek bevétele pedig $41 milliárd volt, ebben ugye benne van a hús és a gyapjú is. Igen. A következő, amit még tudni kell, az az, hogy a birkanyírók nem napi díjat vagy órabért kapnak, hanem a megnyírt egyedek után kapják a fizetségüket. Ergo nekik ugye az az érdekük, minél gyorsabban lezavarjanak egy birkanyírást, amiből az következik, hogy nagyon sok a nyírás közben történő sérülés. Nagyon gyakori az, hogy belevágnak vagy levágják az állatok fülét és farkát, illetve ilyen nagyon durva sérüléseket szenvednek. Illetve még 1930 óta létezik az az eljárás, amikor a juhoknak a fenekéről és a hátsó tomjából kivágják a bőrt, hogy megelőzzék a légnyűvességet, mert ugye az állatok még belébe szeretnek lepetézni ezek a legyek, viszont akkor ugye az állat sérül, orvosi költséget kell fizetni. Tehát egyszerűbb megcsonkítani az élőlényt, mert ugye így van nagyobb profitja és haszna a tenyésztőknek. Itt a felső kép, ezen a képen ugye az látható, hogy egy kikötőben arra várnak az élőlények, hogy felteráljék őket a hajóra. Nem tudom, mennyire látszik itt éppen egy nyírás közben is sérülés tartható. Itt már egy gyógyult sérülés. Ezt pedig azért szerettem volna betenni, mert szerintem ennek a birkának a tekintete nagyon sok mindent elmond. Itt pedig ugye ez az említett kedves eljárás, ilyen egérfogószerű valamiben rakják a birkákat, és itt látható, hogy a nyers húsig kivágják a bőrüket, és ezt tudod, hogy hagyják, hogy begyógyuljon, aztán vagy begyógyul, vagy elfertőződik. Következő téma az a bőripar. Itt is két országot ragadtam ki, Indiát és Kínát, mert ez a két ország a két legnagyobb bőripar termelő. India évente 18,5 négyzetkilométer, tehát azt el lehet képzelni, mekkora terület, nyersbőrt állít elő, és ez a cserzett nyersbőrnek a száma, és sajnos az utóbbi 5 évben nőtt a termelése. Igen, itt látható, hogy 11 milliárd USA dollár a bevétele, és az indiai bőripar, ez kifejezetten csak a vágóhidak és a cserző műhelyek 2,5 millió embert foglalkoztatnak. Nagyon fontos tudni arról, hogy Indiában sincs ugye állatvédelmi törvény, vagy lehet, hogy van, de nem nagyon tartják be. Minél nagyobb, vagy minél több élőlényt zsúfolnak föl ezekre a különböző platókra. Olvastam egy történetet egy emberről, akinek úgymond megélhetési birk, vagy ilyen szarvasmarha szállító, hogy van egy 1,5-2,5 méteres platós kis teherautója, akin hivatalosan 2 darab szarvasmarhát szállíthatnak. Na most 2 helyett 15-öt zsúfolt föl. Emellett több száz kilométeren keresztül utaztatják a piactól egészen a vágóhídig ezeket az állatokat, amikor nem kapnak se élelmet, sem vizet, ezért nagyon gyakori, hogy épp ott csak élnek. Itt látható ugye, hogy elgyengültek és nem bírnak a saját lábukon megállni, és úgy húzzák ki őket, és a belőlük készült bőr jut át hozzánk ide Európába és Magyarországra is. Ezeket a képeket azért raktam be, itt ugye szépen felhalmozott bőrök láthatóak, hogy bőripar, és azért jelen van a gyerekmunka is, ez pedig, ahogy így néz ki körülbelül egy indiai cserzőműhely, tehát az embereknek sem higiénikus. Itt ezek meg szintén csak szemléltető példák, hogy legtöbb állat az ilyen állapotba kerül a vágóhídra, itt ahogy a már cserzett bőröket elkezdik feldolgozni az asszonyok, itt ugye pedig van a cserzés folyamata látható. Az indiai bőrnek a legnagyobb felvevő piac, ahogy említettem, az az Európai Unió, itt látható a százalékszámok, ezek azt hiszem 2012-2013-as adatok, ezek azóta a 2014-es adatok azóta változtak, de nagyjából e körül maradtak. Emellett még ugye Indiából felvásárolja a bőrt az USA, Hongkong, Kína, az Egyesült Arab Emirátusok és Ausztráliába is jut még egy kicsi. Emellett a másik legnagyobb bőripar vagy bőrelőállító ország ugye
Kína még durvább, mint India, egy 2010-es adat szerint 1000 négyzetkilométer nyersből dolgoztak föl Kínában. Ez rengeteg, tehát el nem tudom képzelni, hogy hány élőlényt ölhettek meg ezért. Létezik egy olyan, hogy kínai bőripari társaság, aki a következő fajokat ismeri el, mint a bőrter, mint a bőrért használt élőlény, ez a sert és a szarvasmarha, a jó és a kecske, a kutya és macska bőrről sehol nem beszélnek. És a kínai bőripar pedig hivatalosan ugye 6 millió főt foglalkoztat, és ezek csak szintén azok, akik ugye a vágóhidakon és a cserzőműhelyekben dolgoznak, a közvetetten dolgozó ruhaipari munkásokról itt még szó sincs. Ja, igen, még azt érdemes tudni, hogy egyébként a kínai kutya és macskabőrnek az egyik legnagyobb fölvásárlója Olaszország. Tehát, hogyha vesz valaki egy jó kis olasz bőr cipőt, akkor lehet, hogy épp kutyát vett. Itt szintén hoztam egy-két képet. Itt szintén ugye a kutyatetemek látható és a nyúzás folyamata nagyon szép, higiénikus, biztos jó lehetett itt meghalni, illetve itt ugye az állatok, hogy hány, tehát egymásra halmozott bőr halmok vannak, amit ki tudja, hogy hány élőlény életét oldották ki ezért, és a következő példám itt pedig kutyabőrből készült kesztyű, itt nagyon szép felják, varják, és pedig ilyen kesztyűt itthon Magyarországon szintén bárki tud venni. Jó, és meg egy nagyon fontos információ, amit elfelejtettem mondani, az az, hogy nagyon jellemző az, hogy átcímkézik a bőrüket és a szörméket, és nem létező fajokat találnak ki, például a szörméknél, vagy pedig a kutyabőrnél ugye átcímkézik mondjuk marhabőrnek a dolgokat. Itt pedig szintén a kivégzés módjai, hát nagyjából ugyanaz, mint a szörménél. Egy gyors kis kitérőt mindenképpen szeretnék, ez pedig az ausztrál kengurubőr. Ezt azért szeretném mondani, mert hogy a legnagyobb sportmárkák, az Adidas és a Nike is használja a kengurubőrt, és ugye mi fogyasztóként hatással vagyunk ezekre a cégekre. Ha nem vásárolom meg a termékeit, akkor ez neki kivétel, vagy bevétel kiesés, és ugye ezzel hatással tudok lenni arra, hogyha kommunikálom felé, hogyha majd nem gyilkolod és fizeted a kenguru gyilkolását, akkor majd esetleg veszed tőled egy vegán sportcipőt. Addig nem. Ausztráliában a 48 kenguru fajból 6 kenguru fajta megölését engedélyezi az ausztrál kormány, és ez pedig úgy történik, hogy nem kenguru farmok vannak, hanem az éjszaka közepén oda mennek és szépen lelőbik a vadon élő kengurukat. 2013-ban 6 millió felnőtt kenguru egyedet végeztek ki a statisztikák szerint, és ebben a számban nincsen benne az, hogy az anyuk erszényében talált baby kenguruk. Tehát ez több mint 6 millió egyébként. Ah, és itt egy ilyen összesítő ábra pedig a kivégzésekről. És egyébként ugyanúgy készül a kenguruból is nem csak sportcipő, hanem sima cipő, bőrő, bőrkabát, bőrkalap, ostor, tehát minden. Következő téma a kígyóbőr, amiről szintén nem nagyon beszélnek, viszont én fontosnak tartottam megemlíteni. A kígyóbőripar az főleg a délkelet-ázsiai országokban megy, mégpedig Indonéziában, Malajziában, Laoszban, Vietnámban és Szingapúrban. Hivatalos adatok szerint 2012-ben 500 000 pitonbőrt dolgoztak föl, ez a 500 000 egyed csak a farmokon szaporított egyedek megölését jelöli. Egyébként lehetőség van ott ugye a helyieknek a vadon élő kígyóállományt is a bőréért megölni és élve, és illetve ugye megnyúzni, és ahogy szintén látható, szerintem most már nem lesz meglepetés senkinek, a kígyóbőrnek a 96%-a szintén Európában landol, és az éves bevétel ennek az iparnak egyébként 1 milliárd USA dollár, és amit több ezres kígyóbőr táskákat és cipőket a helyi piacokon 2-4 dollárért lehet megvenni egyébként. Ó, igen, itt a krokodil és aligátorok, őkről ha nem beszélnék, csak szeretném, hogyha tudatosulna mindenkiben, hogy igen, őket is ugyanilyen áldatlan állapotok között tartják, és ugyanúgy használják őket, mint bármelyik más faj. Attól, hogy luxus termék, tehát nem biztos, hogy luxus termék, ha elmegy valaki olyan helyre, ahol mondjuk létezhet ugye krokodilfarm vagy aligátorfarm, akkor simán vehet krokodilbőr terméket is. Következő témám az a selyem. Ugye a selyem az egy nagyon-nagyon finom anyag, nagyon szeretik az emberek, mert nagyon könnyed.
Viszont nem gondolnak abba bele, hogy a selyemhez is nagyon sok élőlény életének a kioltása tapad. Egy monda szerint egy kínai, úgy fedezték fel a selymet, mint anyagot, hogy egy kínai császárnő forró teájába beleesett egy ilyen selyemlepkének a gubója, és elengedte a finom fonal magát, és akkor ugye úgy jöttek rá, hogy szépen föl lehet tekerni. A selyem esetében egy 4500 éves iparról van szó, ami ugye nagyon sokáig Kína rejtett technológiája maradt. Ugye a selyem az lényegében a selyemlepkének a bebúgózódott bábjából készül. És ugye kínai selyemfarmok találhatóak Kínában, Japánban, Indiában, Pakisztánban, Törökországban, Olaszországban és Franciaországban is. És van egy selyemhernyó tenyésztő hódmezővásárhelyen is. Egyébként. A selyemhernyóknak négy fejlődési fázisa van. A pete, a hernyó, a báb és a lepke. Ugye a selyemipar az a báb állapotot használja ki. Amikor kikeltek a hernyók, az ötödik vedlésük után kezdenek el, 32 napos korukban kezdik el keresni a bebábozódásra alkalmas helyet, amit ugye 38. napos korukig el is végeznek, és ha lenne rá idejük, akkor 56 napos korukban kelnének ki, mint szép kifejlett lepkék. Ezt viszont ugye nem várja meg a selyemipar, mert egyébként kirágnák a gubót a bogarak, és ezáltal ugye nem lenne folytonos a fonal, így megnehezítenék az emberek dolgát, így mi a legegyszerűbb, megöljük ezeket a bábokat, mert így lehet nekünk nagyobb profitunk belőle. És ja igen, egy hernyó az körülbelül 4-600 méter hosszú selyemszálat sző, és 250 gram selyemszálhoz 3000 gubónak a feldolgozása szükséges. Így néz ki a megbúgózódott így néz ki a báb, ilyen pedig az a selyem vonal. Itt látszik szintén a bebábozódott állapotok, itt pedig a vízzelkezés. Ja igen, és ugye ezeket az állatokat úgy pusztítják el, hogy úgymond lefolytásnak nevezik nagyon szépen, forró levegővel lényegében megsütik őket, és utána, hogy amikor elméletileg elpusztultak már, akkor forró vízbe dobják, és akkor nagyon szépen ugye, leválik a fonal, és egyébként ázsiai országokban ezeket a bábokat ingyenségként fogyasztják. Ezt a képet pedig azért raktam be, mert szerettem volna érzékeltetni, hogy mennyi élőlényről van szó. Tehát szerintem brutálisról. Az utolsó témám az a gagylógyöngy. A gyöngy az nem kifejezetten ruházati elem, viszont én fontosnak tartottam a kagylógyönggyel is foglalkozni, ugyanis manapság is már ugye nagyon könnyen, nagyon gyorsan és olcsón juthatunk kagylógyönggyhöz, elég csak akár egy hobbiboltba is bemenni, és pár száz forintért magunk is tudunk venni, hogy fűzhessünk. Tudni kell, hogy manapság minden forgalomban kapható gyöngy az tenyésztett gyöngy, mert hogy nagyon természetes úton nagyon ritkán keletkezik a kagylókban gyöngy. Vannak sósvízű és édesvízű kagylógyöngyök is. Az én példám, amit hozok, az főleg a sósvízű tenyésztésre vonatkozik. Igen, következő. Itt ugye a kagylókkal úgymond az a probléma, hogy azért nem sajnáljuk őket annyira, mert hogy abszolút nincsen kapcsolatunk velük, abszolút nincsen szeme, nincsen szája, agya sincs, tehát több buta, tehát most én miért sajnáljak egy olyan élőlényt, és biztos nem fáj neki az, hogyha használják, de igen, fáj, ugyanis a neuroendokrin rendszere az igen fejlett, van elég erős fájdalomérzete is. És a gyöngyöket azt tudni kell, hogy a kagylók egyébként védekezésképpen hozzák létre, amikor valami szennyező anyag vagy parazita bekerül a kagylóba, amit nem tud megemészteni, vagy nem tudja kiköpni, akkor veszik körül. Gyöngyházzal itt hoztam erről egy ábrát, hogy hogy is néz ki ez a folyamat, ugye bekerül az idegen anyag, és szépen elkezdi felépíteni köré a gyöngyházból a kagyló a rétegeket, ugye, hogy elkülönítse magától, és hát ugye ezt használták ki az emberek. Itt gyors kis történelmi áttekintést szeretnék hozni, hogy honnan is eredeztethető ez a nagy kagylómánia. Azt mondják, hogy 1769 után indult be úgymond a kagylóláz, amikor is Cook kapitányt felfedezte Tahitit,
és egészen a 19. századig folyt, akkor viszont lehalásztak teljesen apartmenti állományokat, tehát el kellett kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy tudják pótolni a kagylógyöngyöket, és ugye elkezdtek kísérletezni, viszont egészen 1905-ig kellett várniuk is, amikor is Kokichi Mikimoto kidolgozott egy eljárást, és ugye ez egy sikeres tenyésztési, kagylótenyésztési és gyöngyelőállítási eljárás volt, és ugye itt szépen tudott az embereknek hasznot nyújtani, és az ő eljárását Japánban, Burmában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken használják, és a tenyésztett tahiti gyöngyláz úgymond pedig 1972 után terjedt el világszerte. A kagylótenyésztés az úgy folyik, hogy pászmákat eresztenek le a tengerre, amíg megtapadnak a kagyló lárvák, és ezt egy 8-9 hónap után, körülbelül 8-9 hónap után felhúzzák, és szépen eszedegetik az oda nem illő kagylókat, tehát azokat a kagylókat, amelyek nem termelnek gyöngyöt, azt eltávolítják, illetve a gyöngytermelő kagylóknak a héját megtisztogatják. Majd visszaengedik őket, és körülbelül két éves korukban ugye újra felhúzzák őket, és megkezdődik a gyöngybeültetési procedúra, ami úgy néz ki, itt rosszul raknám a képeket, de ezt meg akartam mutatni, hogy itt kiékelik a kagylókat, és utána belerakják, ugye ki kell ékelni, hogy ki tudják nyitni, mert hogy elég erősen zárnak, utána pedig, megtörténik a beültetési procedúra, ami a fekete szájú kagylók esetében úgy történik, hogy a nemi szervüket vágják meg, odaültetik be az idegen anyagot, ami egyébként szintén kagylóból származik, mégpedig donorkagylónak hívják, és kivágnak az állatból egy körülbelül 10 cm hosszú és 2-3 mm széles bőrdarabkát, azt szépen ugye feldarabolják, az körülbelül egy 50-60 kagyló beültetésre elég valót vágnak ki belőle, ugye, és akkor szépen elkezdik a többi kagylóba berakni, majd a már beültetett kagylókat szépen átfúrják a héjukat egy részen, és itt nagyon-nagyon szépen fölakaszgatják, vagy pedig csirkehálókba rakják. Tehát amikor én megláttam ezt a képet, egy az egyben egy nagyüzemi állattelep jutott az eszembe, ugyanaz, ekte ugyanaz. És ugye itt növekednek két évig ezek a kagylók. Ja, egyébként ez egy nagyon szép kagylótenyésztő farm, ennél sokkal csúnyábbak is vannak. Igen, a következő az a gyöngy kiszedése. Ugye itt látható, illetve itt egy késhegyen látható a gyöngy. Azt kell mondjam, hogy maga a kagyló beültetés az nem mindig sikeres. Egy ilyen 50-60%-os arányban szokott sikeres lenni a gyöngynövesztő akciója, úgymond, mert van olyan kagyló, aki kilöki magából, tehát nem kezdi el felépíteni ezt a gyöngyházat, az idegen anyag köré van olyan, amelyik elpusztul, van amelyik ugye nem gyógyul be a sebe, elfertőződik, és ezért pusztul el. Ezeket a kagylókat használják akkor ugye a halottakat ugye már nem kell elpusztítani, de mondjuk amelyikben nem kezdett el kagylót tenyészteni, azt egyszerűen fogják, megöli, és a héját pedig szépen eladják. Egyrészt szintén a ruhaiparnak, illetve az ékszeriparnak, mert ugye gondolom nagyon sok mindenkinek van kagylós fülbevalója, kagyló gombok a blúzon, de valami én nekem is sikerült ilyet vásárolnom egy-két éve, mert rohadtul nem azt figyeltem, hogy milyen a gomb rajta, hanem ugye az anyagát, hogy ne legyen mondjuk gyapjú benne, és bizony belefutottam abba, hogy a gomb rajta az kagylóhéjból van, tehát innen származik. Akik pedig úgymond termékenyek, és ugye meg tudták növeszteni a kis gyöngyöt, azok pedig még kétszer eshetnek át a beültetésen, tehát egy kagylót háromszor vetnek alá ennek a folyamatnak, utána gondolom, hogy azt hogy kiöregettek az élőlények, és akkor szépen megölik őket, a héjuk pedig ugye megy az előbb említett ékszer és gombüzlethez.
Ja igen, ezek az előző képek azok a sósvízi tenyésztett kagylógyöngyről voltak, ezek pedig már az édesvízi kagylógyöngyök, ezek a kínai termések, úgymond az édesvízi kagylók esetében 20-25 idegenanyagot, tehát hámsejtet is beültethetnek egy-egy állatba, és éppen ezért látható itt így ezek a pontok. Azt hiszem valaki mondta, hogy olyan, mintha ilyen elrákosodott terület lenne, hát igen, körülbelül olyan. Ez itt egy farm, hogy hogy néz ki ugye a gyöngyök kiszedése után, de eléggé látszik, hogy ez itt így halom a kagylókból, meg ez is itt végig. Itt szintén egy óriási nagy kosárban mennyi kagylógyöngy termelődött, illetve ez Tahiti fekete gyöngy, itt egy gyöngy egy kagyló életet jelent, ennél minden 20.-25. jelent egy életet. És azt hiszem, igen, ennyi, de viszont még szeretnék beszélni a korallokról, mert ugye a korallok is polipállatkák, tehát élőlényekről van szó, viszont sajnos semmit nem találtam a korall ékszerről, hogy egy koralltelepeket tenyésztenek, vagy pedig az óceán aljáról termelik ki. Arról sem találtam semmilyen információt, hogy tehát tényleg, hogy hogyan jutnak a korallokhoz, mert szinte, ha belállj valaki egy ékszerboltba, egy bizsúboltba, vagy egy hobbiboltba, vörös bambuszkorallt szintén tud venni. Na most én a blogomon már posztoltam, tehát nem kiment cikkbe a kagylógyöngy, mint téma, és volt egy olyan kedves úriember, aki 25 éve kagylógyöngy forgalmazásával és kagylógyöngy szakértőként foglalkozik, hogy írt nekem egy nem kedves hangvételű levelet, és pár levélváltás után akkor kértem, hogy jó, akkor ha valamit rosszul írtam, akkor küldjön nekem irodalmat és segítsen, és akkor ha már itt van, akkor legyen szíves és küldjön a korallokról is valami információt. Hát természetesen nem küldött, illetve megegyezte, hogy nem is fogok semmit találni a korallok felhasználásáról, mert hogy annyira bizalmasan kezeli a gyártó cég, hogy semmilyen információ nem megy ki. Tehát tényleg arról lehet információt találni, hogy melyik csakrára, milyen energetikára jó a korall, de arra, hogy hogy tenyésztik, hogy termelik ki, hogy dolgozzák föl, és hogyan növesztik újra a koralltelepeket, semmi. A másik, amiről még nem tettem be képeket, az pedig a tollipar. Ugye az is elég durva, és szintén nem gondolunk bele, hogy ruhaiparban használják a tollat, hogy maximum paplanba vagy párnába megy. Hát de ugye a téli kabátokban elég kedvelt töltőanyag a toll, és ez is személyes tapasztalat, hogy télen kerestem kabátot. Nagyon szépek voltak a kabátok, viszont a töltelékanyag bennük toll volt. Ugye a tollhoz úgy jutnak hozzá, hogy vannak a kacsatelepek, kacsákat szintén, ugyanúgy, ahogy az angora nyulakat, tépik, így a mellkasukat és a hasukat végig kitépik, nagyon durva sérüléseket szenvednek ezek az állatok, ugye mindenféle érzéstelenítés nélkül kopasztják meg őket. És gondolom, arra nem találtam információt, hogy hány éves korukig használják, de valószínűsítem, hogy miután kiszolgálták magukat, akkor mennek a vágóhídra és még eladják őket kacsamánynak és kacsamusnak, illetve ugye kutya kajának. És most köszönöm a figyelmet, és remélem, igyekeztem nem véres képeket betenni, remélem, hogy nem volt annyira durva az előadás. Köszönöm a figyelmet! Kérdés, hogyha van esetleg, akkor azt még fel tudják tenni még 5 perc a következő előadásig. Mit és hol? Ez hozzáállás kérdése, hogyha nagyon elvetemült etikai vegán vagy, akkor csak mondjuk csak Fairtrade boltokban veszel ruhát. Ugye Magyarországon ez annyira nem megfizethető. Figyelj arra, hogy ne legyen pamut, tehát próbáld kerülni ezeket az anyagokat. Nagyon egyszerű. Az elején meg kell szokni azt, ahogy mondjuk az ételek összetevőinél is, hogy olvasgatja az ember a címkét. Nem ciki megnézni egy pólónak a címkét, hogy miből van, és ennyi. Tehát tényleg bemész akár egy használt ruhaüzletbe, egy Hádába, vagy bemész bármelyik, nem tudom, New Yorkerbe, Ceudába, H&M-be, tehát találhatsz olyan ruhákat. A cipőnél pedig direkt azért tettem fel az elején a szimbólumokat, mert ugye ezt tudom, hogy probléma.
mert sokan nem tudják, hogy mit kell figyelni. Tehát kerüljük el. És annyi van, hogy mondjuk meg kell nézni egy kabátot, hogy vagy esetleg, hogyha van rajta valami bőrberakása a nadrágon, tehát hogy egy idő után mondjuk rááll a szemed, hogyha az agyad is ráállt, akkor a szemed is rááll, és tényleg tök egyszerű, én 10x éve így öltözködöm. Tehát csak kérünk, csak nem kell megvenni, mert ha nem vesszük meg, akkor ugye ezáltal bevételkiesést generáló, illetve ezzel tudjuk mutatni, hogy nekünk nem kell az állatokból készült termék, ami lehet, hogy furán hangozhat, de én személy szerint hiszek abban, hogy én vagyok az 1 milliómod százalék, aki miatt mondjuk csökkentik a termelést. Tehát, hogy így kell ehhez hozzáállni, hogy igenis, mi vagyunk a fogyasztók, mi alakítjuk a piacot, és igen, hozzánk igazodik a kínálat. Remélem, sikerült megválaszolni. Nem? Jó, oké, nyugodtan. Egyéb kérdés esetleg? Akkor köszönöm, és a következő előadáshoz is. Köszönöm.